szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a felekedben. Testvéreim, mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk és Krisztus áldozatában részt veszünk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor is sokat emlékeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és halasztással. Én védkem, égen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szemlőtelen szűzmányát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Amen. Mindenható örök Isten,
Add, hogy mindenkor készséges akarattal és őszinte szívvel szolgáljunk neked, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes második könyvéből. A választott nép pusztai vándorlása idején történt. Az amalekiták előre nyomultak, hogy Refidimnél megküzdjenek Izrael fiaival. Mózes így szólt Józsuéhoz: Válasz ki nekünk férfiakat, és szállj harcba az amalekitákkal. Én pedig holnap Isten botjával a kezemben kiállok a domb tetejére. Józsué úgy tett, ahogy Mózes parancsolta, és megütközött az amalekitákkal. Mózes közben Áronnal és Húrral fölment a domb tetejére. Ameddig Mózes a kezét kitárva tartotta, az izraeliták fölényben voltak, de ha leeresztette a kezét, az amalekiták jutottak fölényhez. Mózes karja végül is elfáradt, ezért vettek egy követ, odavitték és ráültették. Áron és Húr pedig a karját tartotta, egyik az egyik oldalon, a másik oldalon. Így karja kitárva maradt napszálltáig, Józsué pedig kardélre hányta az amalekitákat és hadinépüket. Ez az Isten igéje. Istennek örülök. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást, ez megadja neked az útmutatást ahhoz,
hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre. Minden írás, amelyet az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre és az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jóra kész legyen. Kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak fölött, az ő eljövetelére és országára, hirdesd az igét, állj vele elő akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, imcs, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel. Ez az Isten igéje. Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában. Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver. Az Úr így szólt. Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró? Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Ezek az evangélium igény. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban kedves testvérek! Az előző vasárnapnak a témája lehetett a hálaadás, a hálaadó imádság. Ha most megnézzük a mai olvasmányt és az evangéliumi részt, akkor továbbra is lehet a téma az imádság. Azon belül is lehet a kérő imádság a téma. Az Úr Jézus elmondott egy példabeszédet. Egy bíróról, meg egy özvegyasszonyról. Az ókori Izraelben az özvegyasszonyoknak a helyzete az nem volt olyan fényes. Védtelenek voltak gyakran. A társadalomnak a peremére szorították őket, és másoktól függtek mindennapi szükségleteik tekintetében. És itt van ez az özvegyasszony az evangéliumi példabeszédben, akinek van ez az özvegység kapcsán, ha lehet így fogalmazni, ráterhelt helyzete, de nem által annak, hogy induljon el és kérjen ellenfelével kapcsolatban igazságszolgáltatást. Elmegy a bíróhoz.
aki egyébként egy közömbös bíró, ahogy az példabeszédben volt, hogy Istentől nem fél, embertől nem tart. De az özvegy asszonynak a kitartása a helyzetének az ellenére, vagy a helyzetével együtt, valahogy ezt a bírót, ha jó szó ez rá, megtöri. És a bíró igazságot szolgáltat neki. Az Úr Jézus ezt a példabeszédet a szüntelen imádkozás és az imádságba való nem belefáradás helyzetére vagy kapcsán mondja el. És ha imádságról van szó, akkor ott van az, hogy az ember az Istentől függésben van. De most ne ilyen negatív függésekre gondoljunk, mint a drogfüggés, meg a szenvedélybetegségek, a negatív szenvedélybetegségek, mondjuk alkoholtól való függés, vagy számítógépezéstől, okostelefonozástól, szerencsejátékoktól való függés, hanem egy másmilyenre kell gondolnunk. Az embernek az életében alapvető az, hogy lélegzik. És ezt tudjuk irányítani is, tudunk ráfigyelni, hogy beszív, kifúj, mint a levegőt. De amikor nem figyelünk rá, meg amikor alszunk, a lélegzés az akkor is működik az életünkben. És ehhez hasonló az imádság is. Az imádság lélegzetvétel. És ez az Istentől való függésünk, tehát a lélegzetvétel az egy függés, hogy élni tudjunk. És az imádság, mint lélegzetvétel ahhoz azt fejezi ki, hogy az Istentől ilyen értelemben függünk, az Istennek goldusai vagyunk. Mert megint el lehet mondani azt, hogy nem magunk kaptuk a létünket, nem magunktól kaptuk a létünket, hanem az az Istentől forrásozik. És mit van, amit nem úgy kaptál? Sok mindent kaptunk. Imádkozás, amiben ne fáradjunk bele, amit szüntelenül végezzünk, és egyébként Szent Pál apostol is az egyik levelében mondja, hogy szüntelen imádkozzatok. De valakik számára ez az imádkozás, ez lehet unalmas. Vannak, akik azt gondolják, hogy számukra nem kell az imádság. Meg azt időpocsékolásnak védik, hogy mástól elveszi az időt. Az ilyen ember az valószínűleg jólétben él, és megvan a maga kényelme, ott van a kényelem szeretet az életében. És ezekre való törekvés, az elvonja őket az Istentől. Aztán vannak olyan emberek, akik az imádkozást az valahogy leszűkítik a reggeli és esti imára, vagy az étkezés kapcsán való imára, meg a vasárnapi szemmisére is ennyi. De mi ne legyünk ilyen keresztények. Vannak, akik a napot imádságban töltik el. És nem csak szemlélődő szerzetesekre kell gondolni, egyébként ők is dolgoznak, nem csak imádkoznak. Ugye a napi szentmise, reggeli és esti ima, rózsafűzés, szentségimádás, és lehetne mondani még más imádságot. És még egy, talán kicsit kitérőnek látszik, hogy az imádság az
Lehet rossz az imádság, lehet rosszul imádkozni. Nyilván az, hogy magunknak vagy másokat rosszat kívánunk Istentől, az ne legyen meg, ezt hívjuk átkozódásnak. De az, hogy imádkozok, és ott van az, hogy mondjuk fáradtan imádkozok, akkor is van az imának megtartó ereje. Isten látja, hogy milyen állapotban vagyok. Csak álljak neki az imádkozásnak. Még akkor is, ha belefáradok. Úgy tűnik, hogy elfáradok és belealszok. Szüntelen imádság, az imádság az micsoda? Azt szoktuk nézni imádságnak, hogy két keresztvetés közé belerakunk ima szövegeket. Az imádság az valahogy az, hogy kapcsolat az élő Istennel. És ez nem csak a két keresztvetés között van, hanem hogy hogyan élem a napjaimat. Hogyan viselkedek az embertársaimmal. De a kegyelem hatása az, hogy az imádság motivációja, hogy én szerelmessé válok az Istenbe vagy Krisztusba. És ez a tűz, ez a láng, ez nagyon is visz engem arra, hogy az Istennel kapcsolatban legyek meg, hogy imádkozzak. És ne hanyagoljam el az imádságot. A kérő imádsággal kifejezzük azt, hogy tudatában vagyunk Istenhez fűződő kapcsolatunknak, mint teremtmények nem önmagunktól eredünk, sem a nehézségeknek nem vagyunk urai, és nem vagyunk önmagunk végső célja sem. Sőt, amikor vétkezünk, mint keresztények tudjuk, hogy elfordulunk Atyánktól. A kérés már bizonyos visszatérés az Istenhez. Mi történhet az imádság közben? Az Úr alakít minket. Alakítani akar, hogy szerinte élőké váljunk. Legyen ehhez nyitott a szívünk, és ne féljünk az Istentől. Az imádság közben aztán kialakulhat az, hogy mindinkább megbízok az Istenben. Ez is hatása lehet az imádságnak. És amikor kérek, akkor a kérésem teljesülését, azt bízzam az Istenre, hogy hogyan és mikor teljesíti. Mert lehet, hogy nem úgy teljesül a kérésem, akkor is, ahogyan én elgondolom. Hanem az Isten legjobb belátása szerint történjen. Kedves testvérek, a kegyelem, az isteni ajándék működni akar bennünk. Az imádságra is akar vezetni minket, a jó imára. És nem csak az az imádság, amikor jól érezzük magunkat az imában, hanem amikor nehéz helyzetben vagyunk és imádkozunk, az is imádság. És az is hatékony imádság lehet. Ne fáradjunk bele az imádságba, adjunk teret ennek az életünkben, napjainkban, az elcsendesedésnek, az imádság forrásának, a Szentírás olvasásnak. Ne szakadjunk el az Istentől. Adja meg az Úr, hogy az imádságban mind közelebb kerüljünk hozzá, és
ez a kapcsolatunk ez olyan legyen, hogy majd a halálunkon túl is ível. Hiszek az egy Istenben, mindenhatalmában, mennek és mindenláthatóan és láthatatlan teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Istenen szülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, valóságos Istentől, született a nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek elejéből, Szűz Máriától, és Istenélet. Poncius Pilátus alatt, értünk keresztre feszítették, kénhalált szenvedett és eltemették. A harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön a dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszen a Szentlélekben, Urunkban és értetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszen az egy szent, katolikus és apostoli szent egyházban, vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örökséget. Testvéreim, Isten meghallgat minket, ha álhatatosan kérjük tőle a szent lelket magunknak és embertársainknak. Imádkozzunk tehát nagy bizalommal. Szent Atyánk, főpásztoraink, papságunk és a szerzetesek, a Szentlélek kegyelmével hűségesen teljesítsék hivatásukat. Kérünk téged, hallgass meg! A népek vezetői kövessék a lélek indításait, hogy így az egész emberiségnek részre legyen a béke áldásában. Kérünk téged, hallgass meg! Híveid, Urunk, rendületlenül bízzanak abban, hogy minden szükségeset megkapnak tőled, ha elsősorban országodat és igazságodat keresik. Kérünk téged, hallgass meg! A szenvedőknek add kegyelmedet, hogy erőt ne vegyen rajtuk a csüggedés. Kérünk téged, hallgass meg! Egyházközségünk hívei minden ügyes bajos dolgukban, gondviselő jóságodba vessék bizalmukat. Kérünk téged, hallgass meg! Töltsd el, Urunk, bizalommal lelkünket, hogy téged álhatatosan kérjünk, és aggodalmaskodás nélkül szolgáljunk neked, Krisztus, a mi Urunk által. Amen!
imádkozzatok testvéreink, áldozatunk kedves legyen, mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünket, hogy ajándékaidat készséges szolgálattal hozzuk eléd, kegyelmet segítségével tisztítson meg minket ez az áldozat, amelyet bemutatunk neked, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a telkeddel. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának te szabtál törvényt. A te képmásodra formáltad az ember, sőt, hatalmába adtad mindazt, amit a világban álmodva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidét szüntelen magasztaljon téged, Krisztus a mi Urunk által. És ezért mi dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel énekünk, és hálás szívvel zengjük. Istenünk, a Szentlélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
nekünk szent titka. Áldott hirdető Uró, és Isten vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkét szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Mártonnal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándokútját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, János és Szabolcs püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vont magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára, és Isteni tanítását felváltozottva, így imádkozom. Uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
lelki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenhol. Oh,
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, kérünk gazdagíts bennünket mennyei ajándékot gyakori vételével, hogy a mulandó javak segítsenek, az örök javak pedig tökéletesítsenek minket. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Szeretettel hirdetem nektek, kedves testvérek, a következőket. Október a rózsafüzér hónapja, imádkozzuk buzgón a Szentolvasót, felajánlva a békét, Magyarországét, vagy bármilyen más szándékra. Aki közösségben imádkozza a rózsafüzért, az teljes búcsút is nyerhet a következő feltételekkel, hogy a kegyelem állapotában van, tehát ha szükséges, akkor szentgyónást végez, aznap megáldozik, imádkozik a pápa szándékára, és igyekszik a legkisebb bűnöktől is mentes maradni. Következő vasárnap tartjuk a missziók világnapját, ehhez kapcsolódóan a Szentmisének a belső adományait a missziók javára gyűjtjük. Figyeljünk most, jövő vasárnap itt Pápócon reggel 8 órakor lesz a Szentmise, ezt adjuk tovább másoknak is, mivel Kemenyes Szent Péteren Szent Vendel napja alkalmából 11 órakor a jó időben a Szent Vendel kápolnánál lesz a Szentmise. Október 1-e és november 28-a között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nem csak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is. Ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus valláshoz tartozását. Színek, imák, kegyelmek címmel művészetterápiás nap lesz október 29-én Szombathelyen, a Martinam Felnőttképző Akadémián. Erre felnőtteket várnak, akik szeretnének önmagukkal találkozni, és a művészet segítségével ezt megtehetik. A programon való részvétel nem igényel rajztudást, művészeti előképzettséget. A napot Vince Mónika szocioterapeuta, mentálhigiénész szakember vezeti. Részvételi díj ebéddel 10.000 forint, jelentkezési határidő október 19-e. Szeretettel várják a 14 és 25 év közötti fiatalokat Szombathelyre, a Martinam Felnőttképző Akadémiára, ifjúsági lelki gyakorlatra, melyet Bíri László Renátó kármelita atya vezet. A lelki gyakorlat november 18-ától 20-áig tart. A téma belépés az isteni táncba, avagy a Szent Háromság újra felfedezése. Részvételi díj szállással és teljes ellátással 10.000 forint. Jelentkezési határidő november 8-a. Adventi lelki gyakorlat lesz felnőtteknek, ugyancsak Szombathelyen a Martinam Felnőttképző Akadémián, december 2-a péntek este 6 órától, december 4-e vasárnap délután 2 óráig. A lelki gyakorlatot Juhos Ferenc Verbita missziós atya vezeti. Témája Isten ölelése életünk eseményeiben. Szeretettel hívják az érdeklődőket. Részvételi díj szállással és teljes ellátással 19.000 forint. Jelentkezési határidő november 24-e. A Martinam Felnőttképző Akadémia programjairól további információk Kisné Takács Esztertől kérhetők, és lehet nála is jelentkezni. Az akadémia honlapja www.martinam.hu, Esztert pedig a takacs.eszter@martinam.hu e-mail címen lehet elérni. Október 19-én a most következő szerdán este 6 órakor Székely János megyés püspökünknek online internetes előadása lesz a papságról, a cölibátusról. Az előadásra regisztráció szükséges,
Ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha felkeressük az interneten az Egyházmegye honlapját, martinus.hu-t, és megnézzük az esemény naptárban az október 19-én az előadást, rákattintunk, és akkor lemegyünk az esemény leírásának az aljára, és ott valahogy itt lehet regisztrálni. És akik regisztráltak, azok majd az előadás előtt valamikor kapnak egy internetes hivatkozást, amire rákattintva belekapcsolódhatnak az előadásba. Fordulunk most déli imánkkal a boldogságos Szűz Máriához. Uram, köszönjük a boldogságos Szűz Máriát, és hogy mindjében fogadnál Szentlélektől Szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korája. És az édesvérünk is köztünk lakozzék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van a te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus életekre. Könyörögünk, élünk, életünk Isten, nőst lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali zenet állnak, szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kétszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessük, ugyanazon a bűnünk Jézus Krisztus által. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Még annyit, hogy aki szeretne a belsejbe dobni, az ne oda a dobozba dobja, hanem rakja ide az első padra, és oda majd az össze lesz gyűjtve. Köszönöm.